Az elmúlt 30 évben, tehát megint csak kormányokon átívelően megszokhattuk, hogy ódákat zengenek a multinacionális cégekről, hazai leányvállalataikat pedig szinte az egekbe emelték minden tekintetben, mondván örüljünk annak, hogy egyáltalán munkát adnak. Viszont a Mi Hazánk mozgalom, mint az a párt, amely a magyar dolgozók pártján áll, természetesen nem éri be mindezzel. Éppen ezért megfogalmaztunk egy 7 pontos javaslatcsomagot a gyári dolgozók védelmében, amelyeket alapjaiban most ismertetni fogunk. Az első pont. A multikat köteleznénk arra, hogy a szakszervezeti rendszer kiépítését támogassák, mert számos olyan cég van, még hogyha erről nem is beszélünk, ahol lényegében nincs szakszervezet, pedig igény természetesen volna rá. Második pont. Azoknál a cégeknél, ahol a munka és környezetvédelemért felelős személy alkalmazása kötelező, ott a munkaviszony az állam és a magánszemély között jöjjön létre, tehát ne pedig a cég és a magánszemély között. Az érintett cégek egy közös alapba fizetnék a hozzájárulásokat, és az állam ebből tudná finanszírozni a bérezést. Erre azért van szükség, mert van egy olyan jelenség, hogy a dolgozók egészségére káros folyamatokat egész egyszerűen figyelmen kívül hagyják a profitorientáltság miatt, ha úgy tetszik, amit ugye sokszor hallunk, hogy meglegyen a darabszám. Számunkra viszont nem a darabszám az elsődleges, hanem a magyar dolgozó egészsége. Harmadik pont. A pirosbetűs ünnepnapok ne reggel 6-tól 18 óráig tartsanak, hanem az ünnepnapot megelőző napon este 10 órakor érjen véget, és az ünnepnapot követő napon 6 órakor kezdődjön meg, tehát ünnepnapokon profitorientált tevékenység ne folyhasson. Kivételt képeznek természetesen az olyan cégek, ahol a géppark leállítása aránytalanul nagy veszteséggel járna, ilyenek például a Kohók, de lehet még ilyeneket mondani. Negyedik pont. Gyári környezetben a munkaidőkeret legfeljebb 3 hónap legyen, de vannak olyan helyek, ahol akár azt is föl lehet vetni, hogy még annyi se, magyarul a ledolgozott órák után fizessék ki minden hónapban a dolgozókat. Ötödik pont. Az éjjeli műszakban dolgozók számára meg kell emelni a szabadságkeretet, tehát több szabad nap kell, hogy járjon nekik, ugyanis az éjjeli munkavégzés olyannyira káros az emberi szervezetre, hogy ezt valamilyen módon kompenzálni kell. Persze tudjuk, van éjszakai bérpótlék, de ettől még nem lesznek kipihentebbek a dolgozók. Hatodik pont, a munkatörvénykönyvét könnyen hozzáférhetővé kell tenni elektronikus formában a dolgozók számára, sőt, a gyár területén belül elérhetővé kell tenni, hogy bárki bármikor hozzá tudjon férni. Hetedik pont, ami talán az egyik legfontosabb, a munkaerő kölcsönző cégeket mi teljes mértékben kiiktatnánk. Ugyanis nagyon nagy szerepük van abban tapasztalataik szerint, hogy a dolgozói érdekképviselet gyenge, illetőleg ki sem tud alakulni. Hallani sok helyről, hogy az elégedetlen munkavállalóknak azt mondják, hogy nyugodtan mondjál csak föl, 100 másik vár helyetted. Ebben döntő szerepe van az ilyen munkaerőkölcsönző cégeknek. Ha viszont őket kiiktatnák a történetből, akkor a cégek erőteljesebb és eredményesebb HR tevékenységre lennének kényszerítve, jobban érdekelté válnának abban, hogy dolgozóikat megtartsák. Nem beszélve arról a tényről, hogy a munkaerő kölcsönző cégek által felvett dolgozók finoman szólva is joghátrányosak a rendes dolgozókhoz képest. Illetve még szintén nem elhanyagolható tény, hogy ha ezeket a munkaerő kölcsönzőket kiiktatjuk az egészből, akkor a cserélődés, a fluktuáció is mérséklődni fog, amely táptalaja lehet annak, hogy megerősödjön a dolgozói érdekképviselet, mert belátható, aki csak 2-3 hónapot tölt egy helyen, az nem lesz annyira nyitott erre, de akik akár évek óta ott vannak, természetszerűleg egy közösséget alkotnak, és így megnyílik az esély, hogy összefogjanak a saját érdekeik miatt. Ezek tehát a Mi Hazánk gyári dolgozók védelmében meghozott, illetve kért javaslatai, ezeket természetesen a választásokig részletesen is ki fogjuk fejteni, és még azt hozzá lehet fűzni, hogy Magyarország két talán legiparosodottabb megyéje, Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megye, ez utóbbiban van egyébként az én választókerületem is, tehát itt fogok a 2022-es országgyűlési választásokon indulni, mint képviselőjelölt, tehát már csak ezért is
nagyon fontos, és már csak ezért is szívügyem a téma, de természetesen ettől függetlenül országszerte érvényesek a követeléseink. Tehát a legfontosabb, hogy a Mi Hazánk mozgalom számukra, a gyári dolgozók, a magyar dolgozók számára szeretne erkölcsi és anyagi megbecsülést, nem a multik kegyeit keressük. Mert meggyőződésünk szerint ez az elv az alapja egy virágzó, fejlődő és boldog Magyarországnak, amelyet zászlónkra tűztünk és amelyért küzdeni fogunk.